Sziasztok, a mai videóban itt van velem Anna, és megmutatja nekünk, hogy hogy kell tojást festeni a tradicionális módon. Ezután is köszönöm neki, hogy segítségemre sietett ezzel a videóval. Köszönöm a meghívást, és ha már a tradícióknál tartunk, nálunk húsvétkor mindig az az első, hogy kocintunk egy pálinkával, úgyhogy egészségedre, Ábel. Egészségedre. Ez jó kezdés volt. Elég sok minden van itt az asztalon. Nem tudom, hogy mit mire fogunk használni, csak a tojást, meg a festéket, úgyhogy itt egy kicsit Anna felvilágosítaná minket. Persze. Alapvetően azt kell tudni, hogy ugye régen nem voltak ezek a mesterséges színező anyagok, ezek a zacskós festékek, úgyhogy régen minden a természetben előforduló és egyébként színező zöldségeket vagy növényeket használtak, többek között a hagymahéjat is, aminek a, ugye a hagymának ez a száraz héja, ez tele van festékanyaggal, természetes festékanyaggal, és ezt fogjuk belerakni majd egy fazék vízbe. Fogjuk belerakni majd a tojásokat, amiket majd ugye mi fogunk kidíszíteni, és ez fogja megszínezni a tojás héját. Illetve látsz még itt harisnyát, gazakat, ami ecsetként fog funkcionálni? Nem, képzeld el, hogy maga azt fogja adni a díszítést a tojáson. Tehát úgy fog kinézni, hogy meg fogjuk fogni a tojást, kicsit majd bevizezzük a héját, rárakjuk a növényt, és gyakorlatilag belerakjuk a harisnyába, megkötözzük mind a két oldalán, hogy megfogja, és így fogjuk feltenni a forró hagymahéjas lébe főzni. Aztán. Igen, és ott, ahol ugye nincs rajta növény, ott meg fogja a festék, ahol meg van, ott meg ugye a tojás természetes színe marad. Uh-huh. És így lesz mintás a tojás. Hát ilyet még nem csináltam. Na majd most. Akkor szerintem kezdjünk is a hagymás megoldással. Jó, te fogod csinálni. Igen. Jó? Én mondom, hogy mit csinálj, és akkor... Vedes, mivel kezdem? Akkor ezt elveszem előled, vedd magad elé a lábost. Lábost, igen, és akkor ezt odaadom. Azt fogod csinálni, hogy belerakod szépen a hagymahéjat a lábosba. Még mindet, az összeset. Aha. Igen. Mindig kevesebb menjen mellé. Igen, felét mellé, többit jó közel. Segítsen fel. Úgy nem félem bele. Jó, hát akkor amennyi belefér. Fél így. Alulmére tesztük ezeket. Szerintem ez egy... Na, jó lesz. És akkor most erre rakunk vizet. Meg rakunk egy kanál ecetet, meg egy kanál sót, és megvárjuk, még felfor. Jó. Jó? Honnan szerzünk ilyet? A szerkesztő kolléga már hozza is az elmaradt termékeket. Még jól szóltam. Köszi! Jó, mivel kezdem? Na, szóval raksz bele egy evőkanál sót. Azt közben elmondom, miközben rakod, hogy nagyon fontos, hogy a tojásokat teljesen kosz és zsírmentesre mossuk. Mosogatószivacsal és mosószerrel, hogy semmilyen szennyeződés nem maradjon a helyén, mert akkor nem fogja megfogni a hagymalé. Jó. Na. Ebből mennyi megy be? Egy evőkanál ebből is. Az jó is. Aha. Jó. És akkor rakunk rá vizet, és... Azt. Mindjárt szerválunk. Most már rotyog az a hagymás koktélunk. Amíg az elkészül, mit tudunk csinálni? Hát magát a tojást fogjuk kidíszíteni, amit majd belerakunk ebbe a hagymás lébe, koktélba, ahogy mondtad. Na, az lesz a feladatod, hogy veszel egy kis tojást a kezedbe, ugye amit már megmostunk és megtisztítottunk. És ezeket a növényeket, amiket így ide készítettem neked, válogass belőlünk bátran. Nem tudom, melyik a szimpatikus. Ez az jó lesz. Na, akkor vizezd be egy kicsit az ujjad, hogy igen, és akkor a levélre rárakod a kis vizet, hogy rátapadjon a tojásra. Nagyon jó. És akkor rárakod, igen, így rá egyengeted. Aha. Az is lehet, hogy levágjuk a szárát ennek a levélnek, hogy ne... Csapd le. Ja, ne zavarjon nagyon. Nézd, és akkor úgy is lehet. Aha. De majd a harisnyát erre fogjuk használni egyébként, hogy megfogja. Ráhúzzuk a harisnyát. Jó, nem húzguljon el. Hát, majd meg tudod igazgatni. Igen. Aha, kapsz rá egy csomót.
Közben azt elmondom, hogy egyébként a tojásfestésnek nagyon régi hagyománya van. Ugye a húsvét egyik jelképe a piros tojás, ami nem csak azért van, hogy ugye a fiúknak locsolkodáskor adjunk, hanem ennek van egy vallási jelképe. Régen úgy tartották, hogy a piros tojás, ugye Krisztus vérével megfestett tojás, illetve magának a tojásnak is van, van jelképe, ugye az az újjászületés, ugye abból fakad az élet. Innen ered, hogy húsvétkor ugye a feltámadás ünnepe, ezzel kötik között, ezért kapcsolják a húsvéthoz a tojást egyébként. Ez azért jó, hogy ilyen nagy, hogy ez így körbe fogja érni, és ez úgy ez tök szép lesz. Én is azért választottam azt. És amúgy szoktál járni, locsolkodni húsvétkor? Ez felénk annyira nem egy tartott hagyomány sajnos. Sok barátom tradicionálisan űzi ezt az egészet, viszont én csak szülőket meg mamákat szoktam locsolni. Akkor nem jártál szódával a faluban. Nem, de szívesen csináltam, és most is szívesen csinálnám még. Ezekkel elkészültünk. Jó. Azt szeretném elmondani a harisnyás tojásokkal kapcsolatban, hogy a legjobb eredményt úgy tudjuk elérni, hogyha 15-20 percig a forró hagymalében főzzük őket, és utána megvárjuk, még magában a hagymalében hűlnek ki ezek a tojások. A legjobb az, ha egy egész éjszakát áll ebben, mert akkor veszi be a legjobban a színt. Tehát nekünk most nem lesz egy egész éjszakán, de azért remélem szép eredményt fogunk elérni ezzel is. Na hát az előző kör az még ugye mindig rotyog, és mi közben ide készültünk egy következő módszerhez. Ez már valamilyen szinte ismerősebb, mint az a tradicionális módja. Mit fogunk most csinálni? Na most ki fogod választani, hogy milyen színű legyen első körben is a tojás? Meg is van. Lila, kék, zöld. Na, szóval a következő lesz a feladat. Haj, nagyon jó, hogy már ki is bontottad. Kérlek, ebbe rakd bele a festéket. Jó. Illetve majd az ecetet is legyen, ha egy jó van rá, igen. Mennyi megy be? Egy pici, csak egy teáskanál tartom a kanalat, jó? Így jó is, aha. Felkeverjük. Nagyon jó. A kék az készen van. Különböző, ez egy jó befogja a kezemet. Igen. Ugye rakom. Jó, amíg egy kicsit megkeverem, addig arra kérlek, hogy kettő mécsest gyújtsál meg, jó? Amit otthon láttam, az ennél egyszerűbb módszer, kifújni a tojást, aztán ja, hát szépen ez sem bonyolult, majd mindjárt megtanulod. Ez a technika, amivel most díszíteni fogjuk a tojást, ezt úgy hívják, hogy írókázás. Gyakorlatilag úgy fog kinézni, hogy a fogpiszkálót belerakod a viaszba, és a még meg nem szilárdult viasz gyorsan elkezded rárakni a tojásra valamilyen formában. Bármi, amit el tudsz képzelni, az ugye rádermed, és mehet bele a festékbe. Amikor kiszedjük a festékből, akkor leszedjük a viaszt, és nyilván értelemszerűen, ahol viasz volt, ott nem fogja meg a festék. Igen. Na, beledugod a fogpiszkálót a viaszba, és elkezdesz rá mintát rajzolni. Jó? Kicsit megfogod. Ez kicsit aprél... Igen, kicsit aprólékos munka. Jaj. Na. Érdekes tényleg érképpen, nekem anyukám alsós tanárnéni, és azért szokott kézműveskedni, és igen, láttam már tőle is tojást, de mondom, hogy ez nem ez a technika. Kicsit nem láttam. Igen, mert hogy szokott gyerekekkel így ő is kézműveskedni. Igen. Jó, hát igen, az enyém az nem lesz a legszebb. Ügyes vagy. Megmutatom nektek is, nem tudom mennyire lesz kivehető. Ez egy karikának indult, de szív lett, és alá egy elbetűt formáztam. Jó, hát az enyém egy kicsit népiesebb. Na, a következőt fogjuk csinálni. Választ ki, hogy melyik színbe szeretnéd. Azt elhozom innen, melyik színbe szeretnéd belerakni. Legyen ő. Jó, akkor vedd ki a kanalat, rakd bele a tojást, és szépen nagyon lassan engedd bele a festékbe. Húha! Menni fog ez. Ez eddig a legnagyobb része. Hát nem baj, ha bele slottyan, csak engedd bele. Jó. Aha, kicsit nagyon óvatos, hogy ne szedd le a viaszt róla, forgasd meg.
tudsz figyelni, hogy a festékes víz az ne feltétlenül jöjjön ki belőle. Uh-huh. Jó. Hát nyilván minél tovább áll a festékes vízben, annál intenzívebb lesz igen. A tojás színe. Ez most még azért fakulni fog rendesen, nem? Hát igen. Akkor ez én művem. Érkezik. Na és akkor amin van ugye viasz, azt kicsit festék, papírtörlőt vegyél ide, cici, és akkor le fogjuk szedni róla szépen a viaszt. Jó, hogy kicsit megszállott a festék rajta. Kicsit felitartjuk, és akkor utána leszedjük a viaszt, és látszani fog a minta. Sajnos nekem ez a fős, ez a szíves eszre minta, ez nem olyan lett, mint kéne, de talán az A betű az kivehető. Kis minta rajta. Azt mondom, majd nézzük meg a hagymeleves tojásokat. Jó, igen, arra én is kíváncsi leszek. Jó. Akkor ezekkel azt hiszem kész vagyunk. Uh-huh. Megvan a hagymakoktélos tojásunk is. Gabi, kikérlek oda. Amúgy egész jó kis színe lett. Nagyon jó színe lett. Jó, befogta. Kíváncsi leszek. Ó, na, ez már sokkal jobb. Jó, de azért ez alá is bement a hagymalé, de ott azért látszik. Ott. De szépen megfogta egyébként. Na, berakjuk a nyuszi fészerbe? Igen, gyors egyet törlök, mert úgy befogta a kezemet, és minden kék lesz tőlem. Hát ebben nagyon ügyes voltál, tanulékony tojásfestő vagy, látod azért, ugye én már sokszor csináltam így, de nem sikerül mindig tökéletesre, de nagyon, nagyon ügyes voltál, elégedett vagyok a munkáddal. Hát igyekeztem is amúgy, kézügyességem az annyira nincsen, látszik is. Nem baj. Legalább ezt is megtanultam. Majd ti csekedhetsz vele otthon. Igen, és megtanuljátok ti is. Igen. Köszönöm akkor Anna még egyszer, hogy segítettél ebben a videóban. Örülök, hogy itt voltál, és nektek is köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Ha tetszett és akartok még ilyen tartalmakat látni, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. Akkor kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! Egészségetekre! Egészségetekre!